Köszöntöm a nézőket, ez itt a Pannon Televízió híradója. Január 24-e van Timót névnapja. 559 éve első Korvin Mátyást, Hunyadi János ifjabb fiát választották a magyarok királyává. 52 éve meghalt Sir Winston Churchill, brit államférfi, Nobel-díjas író és költő. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Brutális gyilkosság történt Zombor mellett. Lövöldözés volt egy újvidéki általános iskola közelében, egy személy megsebesült. Ma este folytatódik Brüsszelben a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd. Az új amerikai elnök végrehajtotta első intézkedéseit. Saját házában öltek meg egy férfit a Zomborhoz közeli Nenadics településen. A 65 éves férfi az édesanyjával élt, aki egy évvel ezelőtt hunyt el. Az áldozat az épületet már korábban eladásra hirdette meg. Itt a Zomborhoz közeli Nenadics településen áll a meggyilkolt áldozat háza. Az épületet az eset óta folyamatosan őrzik a rendőrök. Kameránknak nem kívántak nyilatkozni, azonban a hivatalos szervek tájékoztatását későbbre ígérték. Nem hivatalos információk szerint a nyomozás első eredményei alapján a gyilkos telefonkábellel megkötözte 65 éves Branko Lalićot, végül pedig leszúrta. A ház minden helyisége fel volt forgatva, ezért gyanítják, hogy rablás volt a bűncselekmény indítéka. A faluban nem sokan ismerték Brankót. A szomszédok elmondása szerint rendes, tisztességes ember volt. Legtöbbször csak akkor látták, amikor dolgozni vagy boltba ment. Nismo se družili. Onako žao mi čovjeka, ne znam šta je ti kažem. Jednostavno nisam se družio sa njim, tu mi je komšija. Viđao sam ga samo kad izađe da radi, da kosi travu, da obrađuje voćke. Drugačije se nismo ni znali. Javno kad prođe vidim, bio je dobar čovjek, mislim ono, radio je tu, održavao kuću. Nikad nije imao problema, mislim, bar s nama, ni s kim, nikako ga nismo... To što dođe u radnju, to sam ga ili prođem kolima čovjek radi, pozdravi, to je bilo sve. A meggyilkolt Lalićot egyik rokona látogatta meg, mivel a szomszédok már egy ideje nem látták az áldozatot. Média értesülések szerint a holttestet a Vajdasági Klinikai Központba szállították boncolásra. Valamivel 12 óra után lövöldözés volt az újvidéki Gyurád Danicsics általános iskola mellett, egy személy megsérült. A rendőrség még a délutáni órákban is lezárva tartotta a környéket. A gyerekeket nem engedték ki az iskola épületből. Az újvidéki Gyurád Danicsics iskolánál lövöldözés történt ma fél egy tájban. Egy fekete autóból lőttek rá a mögöttem látható fehér jeepre. Nem hivatalos információk szerint a jeep vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, vállon lőtték. Egyelőre hivatalos információk nincsenek. A jeep mögött látható iskola tanulóinak elmondása szerint körülbelül 10 lövés hallatszott. Ugyanakkor a tanulókat továbbra sem engedik ki az iskolából, és az egész környéket lezárta a rendőrség. Az újvidéki Gyurád Danicsics általános iskolánál történt lövöldözésben egy férfi megsérült. Nem hivatalos információk szerint vállon vagy karon lőtték. A 37 éves személy korábbról már ismert volt a rendőrség számára, a gyanú szerint drogkereskedelemmel foglalkozott. A feltételezett elkövetők nem hivatalos információk szerint az oktatási intézmény közelében várakozhattak, és vélhetően hirtelen nyitottak tüzet a terepjáróra. Egy fekete autóból lőttek rá a szemtanúk szerint, amikor az áldozat Land Rover jeepjével az udvari parkolóból hajtott ki. A férfi, amikor rálőttek, nekihajtott a szemközti falnak. A lövöldözés fél egy tájban történt, éppen abban az időszakban, amikor a délelőtti váltás diákjai jönnek ki az iskolából. A közelben van egy közlekedési középiskola is. Az egyik diák a Pannonár TV-nek nyilatkozva elmondta, éppen az utcán voltak és hallották is a lövéseket. Bili smo na ćošku i ja i drugar i samo su jedno čuli da nešto puca i mislili smo da su petardi, da neki rafal, ali posle par minuta došla je policija i onda smo skontali da neko puca iz pištolja i mislili smo da neko ubijen, pa smo tako istraživali, malo tu bili i bili smo policiji, nisu smeli nigde ni da prođemo, sve je bilo zablokirano.
Arról, hogy kinyitott tüzet és miért, egyelőre nincsenek információk. A Gyura Dáncsics általános iskola közelmúltban szintén sajtótéma volt. Idősebb diákok ugyanis hónapokig bántalmaztak és zsaroltak fiatalabb tanulókat. Az újvidéki rakparthoz közeli környéken egy óvoda és egy diákotthon is található. A múlt pénteki verónai buszbalesetet követő nyomozásról kapott információk alapján mindeddig semmi olyan nyomot nem találtak a hatóságok, amely műszaki meghibásodásra utalna, mondta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető kifejtette, az olasz rendőrség megerősítette azt a korábbi értesülést, hogy féknyomot valóban nem találtak. A túlélők meghallgatása után megállapítható, hogy semmilyen rendkívüli esetről, fejleményről nem számolt be senki a balesetet megelőző percek tekintetében, magyarázta. Szijjártó Péter közölte, jelenleg a helyszínen már csak egy áldozat rokonai tartózkodnak, az ő hazaszállításukat is konzuli segítséggel megszervezik. Ma este Brüsszelben ülnek tárgyalóasztalhoz Szerbia és Koszovó állam, illetve kormányfői. A párbeszéd fő célja a két fél közötti feszült helyzet normalizálása. A találkozót nagy média figyelem övezi, mind szerbiai, mind pedig koszovói részről. A megbeszélések este 7 órakor kezdődnek Brüsszelben. Szerb oldalról Tomislav Nikolić köztársasági elnök és Alekszandar Vučić kormányfő, koszovói részről pedig Hašim Tači államfő és Isa Mustafa miniszterelnök ül tárgyalóasztalhoz kedden este Brüsszelben. A két fél mellett Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is jelen lesz, aki a tárgyalás kezdete előtt a szerb és a koszovói féllel is vélhetően egyesével egyeztet majd. Az újabb párbeszédre Szerbia és Koszovó között az utóbbi időben ismét megromlott viszony miatt volt szükség. Ennek egyik oka, egy szerb elfogató parancs alapján a francia hatóságok január elején letartóztatták Ramush Haradinaj korábbi koszovói kormányfőt, akit a szerb fél háborús bűnökkel vádol. A mai brüsszeli párbeszéddel kapcsolatban egyébként maga Haradinaj is felszólalt, aki ellenezte a koszovói fél azon döntését, hogy tárgyalóasztalhoz ül Tomislav Nikolić szerb államfővel és Alekszandar Vučić kormányfővel. A koszovói ellenzék ugyanezen a véleményen van. Szerintük Hašim Tači államfő és Isa Mustafa miniszterelnök csupán Szerbia marionett bábúi, mivel a ma esti brüsszeli párbeszéd csak Szerbia uniós csatlakozási szándékait segíti. Alekszandar Vučić a tárgyalást megelőzően azt nyilatkozta, hogy Brüsszelben Koszovó függetlenségének elismeréséről és a Haradinaj elleni elfogatóparancs visszavonásáról sem tárgyalnak, mert ezekben a témákban nincs miről beszélni. Jasno je njima da nikakva tema neće biti priznanje Kosova. Jasno je njima da nikakva tema neće biti povlačenje poternica, jer o tome se ne razgovara. O ratnim zločinima i ratnim zločincima se ne razgovara. I nećemo ni da razgovaramo o tome. A Szerbia és Koszovó közötti rossz viszony tovább tetézte a január 14-én Belgrádból Kosovska Mitrovicába indított személyi vonat, amely végül Raskánál kénytelen volt megállni, ugyanis a szerb fél arról szerzett tudomást, hogy a koszovói oldalon támadást terveztek a Koszovó-Szerbia része feliratokkal tarkított személyi vonat ellen. A kedélyeket az sem csillapította, hogy Tomislav Nikolić szerb államfő ezt követően azt nyilatkozta, hogy amennyiben akár egy Koszovóban élő szerbnek is bántódása esik, akár a szerb katonaságot is kivezénylik a koszovói határhoz. Fontos kérdésekről lesz szó ma Brüsszelben Belgrád és Pristina képviselői között, és lényeges, hogy a felek megegyezzenek a közös felelősségvállalásról, ami a párbeszéd folytatásához szükséges, jelentette ki Maja Kocijančić, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szóvivője. Hozzátette, a tárgyalásokon a legmagasabb szintű államvezetők vesznek részt mindkét oldalról. Federica Mogherini pozvala je delegacije Srbije i Kosova ovdje na sastanak u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa. Sastanak bit će danas sa visoko predstavnicom. Mi očekujemo da će delegacije doći i premijer i predsjednik, tako da će to u suštini biti sastanak dijaloga koji će biti konkretan, na kojem će strane razgovarati o pitanjama koje su važna za region i u tom kontekstu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Mintegy 1 milliárd forint értékben ért ki pályázatokat a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT a határon túli magyar civil szervezetek részére. A pályázatok a magyar kultúra és oktatás támogatására irányulnak.
A magyar kormány nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyarság kulturális, oktatási és közművelődési programjainak támogatására. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár sajtótájékoztatón számolt be az idei pályázati kiírásról. A BG az ERT kiírta az ez évi támogatási pályázatait 940 millió forinttal, majd Kárpátaljára még 60 millió forinttal ezt ki fogjuk egészíteni, és így lesz 1 milliárdos ez a keret. A pályázati felhívás január 18-ától olvasható a bgzrt.hu honlapon. A pályázatokon határon túli magyar civil, egyházi és szociális szervezetek indulhatnak a magyar közösség céljait szolgáló programokkal, fejlesztésekkel. A vajdasági regionális keretből maximálisan 600 ezer forintnyi támogatásra pályázhat egy-egy szervezet. Ezeknél a pályázatoknál gyakorlatilag az élet minden területéről lehet pályázni. Egy a cél, hogy a magyar identitást, magyarságunkat tudjuk megőrizni a pályázatok segítségével is, úgyhogy én bíztatok mindenkit, hogy nyugodtan pályázzon, érjen el bennünket. Remélem, hogy az első fél évben még a kifizetések is meg fognak történni. A pályázatok beküldési határideje február 22. Tehát, ahogy hallották, a pályázatok nyitva állnak a követelményeknek eleget tevő személyek és szervezetek előtt, ezért bátran pályázzanak, ha tehetik. Az összegek ugyanis igencsak kecsegtetőek. Kovács Elvirát, a VMS alelnökét, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése szerbiai delegációjának tagját Strasbourgban megválasztották a közgyűlés kisebbségi jogi albizottsága alelnökének. Az albizottság alelnökeként alkalmam lesz arra, hogy hozzájáruljak a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez, valamint a kisebbségek védelmét szolgáló keretegyezmény tiszteletben tartásának ellenőrzéséhez, nyilatkozta Kovács Elvira. A VMS alelnökét a mai nap folyamán megválasztották az esélye egyenlőségi és diszkrimináció ellenes bizottság jelentéstevőjének is. A jelentés témája a terjedő gyűlöletbeszéd és a politikusok szerepe a gyűlöletbeszéd elleni harcban. Kovács Elvira két évig dolgozik a jelentésen, amelyet a közgyűlés a plenáris ülésen tárgyal majd meg, áll a VMS szerkesztőségünkben juttatott közleményében. A Dunán Belgrád térségében kialakult jégtorlaszhoz vezényelték át Magyarország két Szerbiában lévő jégtörő hajóját, köztük a legnagyobbat, a Széchenyit. A Magyarországos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint, miután hétfőn sikeresen megtörték a dájai torlaszt és a lebontott jégtorlasz darabokat a folyó már el tudta vinni, a jégmezőben nyitott folyosón kialakult a folyamatos jégzajlás. Ezért a Széchenyi és a jégtörő hetes hajópár kedden kora reggel tovább indult a Belgrád térségében kialakult torlaszhoz, amelynek megbontásáról a helyszíni értékelés alapján döntenek a szakemberek. Külpolitikával folytatjuk. Az USA kivonul a csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodásból. Erről döntött Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok új elnöke megbízatása első napján. Ezzel Amerika vezetője választási kampányban tett egyik ígéretét váltotta valóra. Hangsúlyozta Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, miután aláírta azt a rendeletet, melynek értelmében az USA kivonul a csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodásból. Meg is indokolta döntését. In some cases it's impossible. They won't even take your product. But when they do take your product, they charge a lot of tax. So I don't call that free trade. What we want is fair trade. Fair trade. And we're going to treat countries fairly, but they have to treat us fairly. Az államfő vállalatvezetőkkel is találkozott, akiknek közölte, a kormány 75%-kal vagy talán még ennél is nagyobb mértékben akarja csökkenteni a gazdasági szabályozók számát. A megbeszélések során Trump ugyanakkor arra figyelmeztette az ipar amerikai képviselőit, hogy büntetésben lesz részük, ha Mexikóba, Kínába vagy bármely más országba, azaz az államok határain kívülre helyezik a termelésüket. Ha mégis külföldön gyártott termékeket hoznának be az USA területére, akkor akár 35%-os adóval is számolniuk kell, tette hozzá az elnök. Arról biztosította a cégvezetőket, hogy ha az USA területén folytatják termelésüket, akkor külön adó sem fogja terhelni őket.
Az ovális irodában tartott ceremónián az amerikai elnök két másik rendeletet is ellátott kézjegyével. Munkaerő felvételi tilalmat rendelt el szövetségi adminisztratív munkahelyekre, illetve utasítást adott a szövetségi támogatást élvező nem kormányzati szervezeteknek arra, hogy nem pénzelhetnek külföldön elvégzett abortuszokat. A brit legfelsőbb bíróság kedden kihirdetett döntése szerint a kormánynak a brit parlament előzetes jóváhagyását kell kérni a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat hivatalos elindításához. Lord David Neuberger, a legfelsőbb bíróság elnöke a határozat összefoglalóját ismertetve bejelentette azt is, hogy a kormánynak nem kell előzetesen konzultálnia a skót, a velszi és az észak-írországi parlamentekkel. A legfelsőbb bíróság nem jutott egyhangú döntésre az ügyben. A testület 11 tagja közül 8-an a parlamenti jóváhagyást előíró határozat mellett, 3-an ellene döntöttek. Theresa May brit miniszterelnök álláspontja szerint a lisszaboni szerződés 50. cikkelyének aktiválása az ő személyes döntési jogkörébe tartozik, és e döntéséhez nem kell előzetes parlamenti jóváhagyás. Az 50. cikkely szabályozza és aktiválása hivatalosan elindítja a kilépési folyamatot. A legfelsőbb bíróság keddi végzésében azonban a kormányfő álláspontjával ellentétes véleményre jutott. A brit EU-tagságról tavaly júniusban rendezett népszavazáson a választók szűk 51,9%-os többsége a kilépésre voksolt. Iszlamisták vegyi fegyverrel hajthatnak végre terrortámadást Németországban. Erre figyelmeztetett a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal a Bild című lap keddi értesülése szerint. A legszélesebb nyomozati jogkörű német rendőrségi szerv kockázatelemzése szerint valós veszély a terrortámadás vegyi anyagok felhasználásával, mert vannak az országban iszlamisták, akik tudnak és akarnak szerezni és céljaikra felhasználni vegyi anyagokat nagyobb mennyiségben. A BKA jelentése szerint a reális opció közé tartozik a vegyi támadás társasházak ivóvízellátása ellen, és fokozott veszélyt jelentenek a lakosságra vegyi üzemek vagy vegyipari szállítmányok elleni esetleges támadások. Most pedig nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Norvég küldöttség érkezett Újvidékre, svéd delegáció jött Szabadkára. Szabadkán is magas a szállópor mennyisége a levegőben. A híradó után kezdődik a közügyek. Bakos Viktor már a stúdióban van. Szervusz Viktor, milyen témákkal foglalkoztok ma? Szervusz Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. A mai közügyekben a topolyai infrastrukturális fejlesztésekről lesz szó. Bemutatjuk, milyen hangulatban készülnek a brüsszeli Belgrád-Pristina párbeszédre. Felhívjuk a figyelmet a hóeltakarítás fontosságára, és foglalkozunk a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT pályázataival. Emellett megnézzük, hogy hogyan haladnak a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításának előkészületei. Várom Önöket a híradó után. Köszönjük szépen! 26-szor tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot ma délelőtt Adana második helyi közösség épületében, ahol 134-en adták át a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzésére vonatkozó kérelmüket. Adán jó ideje töretlen az érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzése iránt. A honpolgárságot a nemzetiségem megtartásából szeretném igényelni. És ezt szerintem az egész családtagja ECIL-ból tartott velem. A 20. kihelyezett konzuli fogadónapon összesen 134-en adták át kérelmüket. A kérelmezőknek sokat jelent, hogy helyben is lehetőségük nyílik az ügyintézésre. Nem kell annyit szaladgálni, meg nem kell annyit időt elveszíteni, meg anyagi gondok, nem akkorák az anyagi befektetések, hát ez. A község önkormányzata számára rendkívül fontos, hogy ilyen módon is segítse a lakosságot. Mivel, hogy nagyon az érdeklődés az állampolgárság kérvényezésére, ezért ha erre van szükség, akkor ebben segítünk a lakosoknak, mivel az a fontos, hogy ne kelljen elutazni Szabadkára, illetve Belgrádba, hanem hogyha meg tudtuk oldani, hogy itt helyben
tudunk segíteni, és helyben tudjuk fogadni a konzul urat és a munkatársait, akkor ezt megtegyük. A magyar állampolgárok állandó magyarországi lakcím nélkül is kiválthatják a magyar személyi igazolványt, amely ráadásul teljesen ingyenes. A magyar személyi igazolvány ugye úti okmánynak minősül, Európa szinten valamennyi államába be lehet vele utazni, Albánia, illetve a volt szovjet tagköztársaság kivételével. Tehát nem kell hozzá magyarországi lakcím, ingyen lehet kiváltani. Viszont ami fontos, hogy egyelőre csak Magyarországon, az okmányironákban, a konzuli szolgálat jelen pillanatban technikailag még nincs rá felkészülve, talán áprilisban vagy májusban már Szabadkán a főkonzulátuson is lehet majd igényelni. A dán a következő kihelyezett konzuli fogadónapot a tervek szerint április 11-én tartják majd. Az európai régió közgyűlése keretein belül Vajdaság és a norvégiai Nordland tartomány szorosan együttműködött az elmúlt időszakban. A vajdasági parlamentben Pásztor István házelnök fogadta a Szonya Steen vezette nordlandi küldöttséget. A találkozót tapasztalatcsere követte. A tartományi parlamentben a vajdasági parlament képviselői és a norvégiai Nordland régió küldöttsége a két régió jogi autonómiával kapcsolatos kérdéseiről és a kulturális együttműködésről egyeztettek. Egy nagyon nagy számú 14 fős delegáció a vendégünk ma, illetve holnap, itt Újvidéken, illetve Kikindán. A két régió között nagyon sok hasonlóság van, és azt gondolom, hogy ez az előttünk álló másfél nap ezt meg fogja erősíteni. A Nordlandi is egy több nemzetiségű régió, és Vajdasággal még a II. Világháború idejére visszanyúló történelmi összefonódásai vannak. Ebben a norvég tartományban alakította ki ugyanis 1942-ben egy internáló tábort, amelyben sok vajdasági ember vesztette életét. För oss är det naturligt att börja med kultur och historia. Za nas sasvim prirodno da počnemo sa kulturom i historijom. Och det är väl ingenting bättre än att vi hedrar de som kom till Norrland för 75 år sedan som krigsfångar och som gjorde en fabelaktig insats för Settland och för vår region. Több önkormányzati vezető is jelen volt a keddi ülésen a tartományi parlamentben. Több vajdasági község, köztük Nagybecskerek és Nagykikinda is kapcsolatban állt a nordlandi önkormányzatokkal, és ezeket a kapcsolatokat most igyekeznek felújítani. Szabadkára látogatott Sandviken község küldöttsége, a svédországi községet Anders Lundell EU koordinátor képviselte. A találkozó főbb céljai, hogy a két ország között kialakuljon bizonyos partnerség, amely új munkahelyek megteremtésére adhat lehetőséget. Ezáltal szeretnék a fiatalokat ösztönözni a szülőföldön maradásra és boldogulásra, emellett támogatnák a nők politikában való intenzívebb részvételét. A küldöttséggel Bogdán Laván Szabadka polgármestere és munkatársai zárt ajtók mögött tárgyaltak. Det här projektet kommer också titta på lokalt beslutsfattande och den betydelse som det har med jämställd utveckling, med kvinnors möjlighet att vara både företagare men också ta del av den politiska utvecklingen, hur vi utvecklar våra städer. Så jämställdhetsfrågan är viktig i det här projektet och vi kommer att titta på det i de närmaste 3 åren. Szabadkán is magas a szállópor mennyisége a levegőben, de még nincs ok a pánikra, derült ki a Szabadkai Közegészségügyi Intézet méréseiből. A többi szennyeződés is magasabb értékeket mutat az eddigiekhez képest, azonban még határértéken belül mozognak a számok. Az emberek többsége szinte már mindent felhasznál tüzelőanyagként, gumit vagy akár műanyagot is. Ezzel nagyban hozzájárulunk a levegő szennyezéséhez, ahogy a gépjárművek által kibocsájtott füst is. Ezt az emberek a saját szervezetükön is megérzik. Meg is érzem, hogy fullad az emberek akkor, mert nagy a piszkos a levegő, szennyezés is. Az normális dolog. Az országos mérések azt mutatják, hogy Szabadkán a szállópor mennyisége a megengedett határérték felett van, és a többi szennyező anyag is nagyobb mennyiségben van jelen a megszokottnál, de még nem lépi át a megengedett határt. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet is végez méréseket, hogy megállapítsa a szennyezettség mértékét.
A mérőállomásokban egy ilyen fehér színű szűrőlapot helyeznek el. Ez még azért ilyen fehér, mert semmilyen szennyeződés nincs rajta, viszont 1-24 óra után, mikor kiveszik, például 20-án, amit kivettek, az már ennyire fekete volt. A szakemberek szerint a légszennyeződés az útkereszteződésekben a legnagyobb. Nyáron természetesen alacsonyabb, mert kevésbé fűtenek, télen viszont sokkal magasabbak ezek az értékek. Szabadka légszennyezettsége pár pillanat, tehát ilyen a mostani időszakban, vagy a téli időszakban elfogadhatónak mondható. Nem azt mondom, hogy tiszta, tökéletesen tiszta, tehát a szennyező anyagokat, amelyeket az egészségvédelmi intézet vizsgál ki, a megengedett értékeken belül van, de magasabbak, mint szoktak lenni. Természetesen ez a hideg és az alacsony hőmérsékletből kifolyólag adódik, és elsősorban az egyéni, individuális fűtés miatt van. A szennyeződés különböző módon hat az emberi szervezetre, az egészségeseket is megviseli, de leginkább a krónikus betegségben szenvedők érzik meg. Krónikus beteg valaki, tehát légúti problémái vannak, ezek megerősödnek, könnyes szemek, a szemek könnyezhetnek, irritálják a nyálkahártyát ezek a szennyeződések, és a szabadidős mozgást is nehezítik. A valós kockázat az egyén egészségi állapotától, a szennyező anyag típusától és koncentrációjától, illetve attól függ, hogy mennyi ideig vagyunk kitéve a káros hatásoknak. Február elejétől új diagnosztikai és terápiás eljárásokat, valamint új endoszkópos módszert vezetnek be egyes sebészeti eljárásokban a Szabadkai Közkórházban. A cél, hogy növeljék az Észak-Bácskai körzethez tartozó páciensek részére a szolgáltatások minőségét más intézmények bevonása nélkül, mint amilyen az Újvidéki és a Belgrádi Klinikai Központ. Главна процедура и правци које ће бити, где ће бити доктори ангажовани су pulmologija, odnosno bronhoskopije koje ranije nismo radili, zatim povećanje broja operacija katarakti, tu imamo sjajnu saradnju sa klinikom za očne bolesti, unapređenje lečenja pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima i to je to. I pričali smo o laparoskopskoj hirurgiji, znači radit ćemo minimalno invazivnu laparoskopsku operaciju štitne žlezde, koja je apsolutno medicinski vrh u tom segmentu lečenja i zbrinjavanja pacijenta. Évente közel 30 ezer nő hal bele a méhnyakrákba Európában. Szerbia európai szinten az 5. helyen áll a betegségben elhunytak számával. Észak-Bácskában évente mintegy 1000 új daganatos beteget vesznek számba. A méhnyakrák elleni küzdelem hetén arra próbálják meg felhívni a figyelmet, hogy a HPV elleni védőoltás gyerekkori beadásával megelőzhető a betegség. Akinek erre már nincs lehetőség, az sincs veszélyben, ha évente legalább egyszer elmegy nőgyógyászati ellenőrzésre. A méhnyakrák gyógyítható, ha időben diagnosztizálják. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Ono što bih rekla, znači, jeste da napomenem da najvažnija mera prevencije, ono što pacijenti treba da zapamte, jesu redovne ginekološke kontrole. Znači, rak grlića materice je bolest koja je 100% izlečiva ukoliko se osoba javi na redovan ginekološki pregled i ukoliko se otkrije na vreme. A magyar férfi kézilabda válogatott ma már a 4 közé jutásért lépett pályára a franciaországi világbajnokságon. Legutóbb az olimpiai bajnok dán nemzeti csapatot sikerült búcsúztatni. Az elődöntőbe jutás legutóbb 20 éve sikerült a piros-fehér-zöld csapatnak. Az ellenfél Norvégia, amely a magyar csapathoz hasonlóan ugyancsak szabad kártyával szerepel a tornán, de az eddigi mérkőzéseken meggyőző teljesítmény nyújtott. Magyarország legutóbb 10 éve találkozott Norvégiával a németországi VB-n, igaz, akkor a csoportkörben múlta felül a skandináv országot. A mérkőzés jelenleg is tart 19-13 a norvégok javára. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Brutális gyilkosság történt Zombor mellett.
Lövöldözés volt egy újvidéki általános iskola közelében, egy személy megsebesült. Ma este folytatódik Brüsszelben a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd. Az új amerikai elnök végrehajtotta első intézkedéseit. A híradó végén megköszönöm figyelmüket. Amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Tartsanak továbbra is velünk, ugyanis hamarosan kezdődik a közügyek, majd 19 óra előtt 5 perccel Kalamár is. 7 órától közelképp, 7:30-kor pedig Szubjektív. A mai vendég Hódi Éva, nyugalmazott magyar tanár és könyvtárvezető. 20 órakor újra híradó. Szép estét kívánok, viszontlátásra!